Sziasztok! A mai nap egy talpmasszázssal kezdődik. Még kevés helyen láttam ilyet, de ezt figyeljétek, itt kezdődik a kis kavicssal. És ez így egészséges is, ha jól tudom, a talpnak, mert ugye sok minden onnan a talptól fokad. És minden szinten másfajta kavics van. És ez így tök jó, végig masszírozza a lábat. Mondjuk nagyon hideg, mivel ugye a hegyi patakból jön. Itt már nagyobbak a kövek, de tényleg tök jó, egészséges, meg hát nem árt, hogyha kemény a talpunk. És itt már az egész nagyok vannak. És egyébként a másik oldalon pedig száraz verzióban ugyanez, ott még ilyen faforgás is van. Na és itt vagyunk az egyik szintén kedvenc részemnél, ami ez a, hát ez ilyen szurdokszerűség, valamilyen Velika Kortes Ocea neve, és azért nagyon különleges számomra, mert lehet ugrálni, és tudjátok jól rólam, hogy én imádom ezeket csinálni, sziklákról a vízbe ugrani. Ez meg egy olyan eszméletlen hely, ami nagyon gyönyörű. És talán itt, amiket így mi látunk Szlovéniában a vizeket, itt a legtisztább a víz, viszont brutálisan hideg. Nézzétek, csak ott fürödni is lehet nagyon jól, szóval családdal is tök jó, viszont hát sok időt nem tudtok majd fürdeni a vízben, az ott kereszt apukám. És hát innen fogunk ugrálni. A következő az az innen lesz oda a vízbe, ott is ugrottak, viszont tényleg nagyon hideg, de megéri kipróbálni, higgyétek el. Aztán majd az ugrás után még elsétálunk oda be is, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott milyen a bozót ott bent. Na most ugrok elsőnek innen, de szerintem király lesz. Na öcsi, jön ugyan onnan, ahonnan én voltam. Gyere! Próbálok itt lent menni és felfedezni azt, hogy milyen bentebb, de azt figyeljétek, nagyon gyönyörű. Találtam egy utat, ahol le lehet jönni, ide bentebb, ahol már szinte ott a legvége van. Ezt nézzétek! Na, tartunk felfele a csúcsra, ahol aludni fogunk terv szerint, bár most csepeg az eső, így elég nagy bajba leszünk, és ugye ott fent alapból ilyen 0 fok körül lenne a hőmérséklet, ami nagyon hideg, de ha erre még az eső is esik, akkor baj lesz, nem tudom mi lesz ebből, de megpróbálkozunk vele, biztos, ami biztos. Na ezt figyeljétek, már majdnem fent vagyunk a tetején, az ott még messze van, viszont képzeljétek el, hogy lent 30 fok volt, most jöttünk fel egy kicsit, nem is sokat egyébként autóval, még fél óra se volt, és már 17 fok van, szóval jelentősen hűvösebb, és hát még bőven nincs éjszaka, hanem délután 3:30 van, szóval még melegnek kéne lennie, de még mindig nincs az, viszont elképesztő a látvány, és életem egyik leggyönyörűbb helye ez itt, hanem a leggyönyörűbb, szóval mutatom is nektek, és hát eszméletlen. Na itt tudtuk lerakni az autót, és látjátok, ott van egy sorompó, szóval föntebb nem lehet menni, de itt most megnézzük, hogy meddig jutunk sétálva. Aztán volt ilyen tábla, hogy nem szabad kempingezni, így megnézzük, hogy hát mit tudunk kihozni a helyzetből. Az még kérdéses, hogy itt tudunk-e aludni, de megpróbáljuk kideríteni. Nézzétek, rózsaszín párnát! Ezt a panorámát figyeljétek! Nagyon durva! Ezt nézzétek, jönnek lefelé a felhők, ott már el is lepték a hegynek a tetejét, és valószínűleg lassan ide leereszkedik a felhőréteg. Ez egyre komolyabb kezd lenni, nagyon durva. Úgy néz ki, hogy sajnos nem tudunk itt aludni, mivel látjátok, hogy a felhők jönnek, és itt valószínű hatalmas vihar lesz, és valószínű veszélyes lenne. Aztán ilyet sose csináljátok, ami veszélyes, mi is inkább módosítottuk a tervet. Aztán, hát most nem tudjuk, hogy mi lesz, kitaláljuk, de jelentkezem hamarosan, hogy hol alszunk, hol főzünk, és hol folytatódik és záródik az utolsó előtti napunk.
Képzeljétek el, hogy Olaszországban kötöttünk ki, mivel jöttünk le a Mangártról, és itt volt konkrétan 3 kilométerre mellette az olasz határ, és onnan még 1 kilométert jöttünk, és itt van egy szép tó, ahova most megyünk, megnézzük, hogy milyen, és lehet, hogy ott fogjuk tölteni az éjszakánkat. Itt három ország találkozik, Szlovénia, Ausztria, és most pedig ugye Olaszországban vagyunk. Megvan az esti helyünk, mindjárt megmutatom. Most viszont itt van egy elszáradt fa, erről szedünk le ilyen ágakat, és ebből fogunk tüzet gyújtani, ahol megcsináljuk a paprikás krumplinkat. Megvan a szajré! Már ez lesz itt a helyünk, van itt egy tök jó asztal, itt ma a függőágyba fogok aludni, most pedig csináljuk a kaját, és meg is mutatom. Vágjuk fel a hagymát, kis kolbászt, paradicsomot, és a többit a paprikás krumpliba, de mindjárt mutatom. Kevés kéne a zsír, az is a dobozban van szerintem. Először is hagyma, jöhet a szalonna, és ezt zsírral lepirítjuk gyorsan. Keresztfiam, elfelejtette mondani, hogy nagyon fontos a pálinka is, de nem bele a fazékba, hanem a szakácsba. Ezt figyeljétek, milyen komoly tűzrakóját összeraktam. Lassan kész is, ebből már jó kis tűz lesz. Megpirult a hagyma, jöhet a paprika, paradicsom. Fokhagyma. Jöhet egy babérlevél. Kevés kós. Mosó. Nem csak egy csipetnyi köménymagot. A piros paprikát. Akkor lehet bőven. Hogy TikTokos dobozban vannak a fűszerek. Nagyon praktikus tárolni is, meg használni is. Meg hát az unokatesóim sok TikTokot esznek ezek szerint. Jó, és egy kicsit pároljuk. Aztán most jöhet bele a sok krumpli. Óvatosan össze kell keverni. Összekevertük. Kicsit a szaft az elkeveredjen a krumplival, és nem öntjük föl teljesen színültig, hanem csak aláöntünk egy pici vizet, egy deci, két deci vizet, hogy párolódjon, és majd a legvégén, hogy hosszú dél legyen, akkor öntünk még hozzá vizet. Kimaradt krumpliból és kolbászból pedig ilyen saslikokat lehet csinálni, hogyha van pálcátok. Fölkevertük negyben a kolbászt, necces lesz, mert nagyon tele van. Ha tehetitek, akkor nagyobb lábast használjátok, mint ekkora. Összekeverjük a kolbásszal, és most lehet fölönteni, ami nagyjából ellepi a víz. Szuper! A spörköl szaftot belerakunk, attól még nagyobb ízélményt érünk el. Hatalmas titok, amit nem mondjatok el senkinek. És mellesleg besűríti a szaftot. Nagyon picike kis cukor. Nagyon-nagyon éppen, hogy csak egy kis kávéskanálnyi vagy két csipetnyi cukor. De még mielőtt elkészül a kaja és tudunk enni, elmondom, hogy a holnapi videóban meg fogjuk mutatni azt, hogy milyen profi felszereléseink vannak és milyen kis apró dolgok vannak, amik megegyszerűsítik a túrát. Ezeket is meg fogjuk mutatni, és még sok izgalmas dolgot nézünk majd holnap is. Na, sül a saslik, egy kenyeret sikerült odaégetnem, és csináltam egy merőkanált üvegből, szóval itt szedni is tudunk.
Na kész is lett a kaja, nagyon-nagyon finom lett, és ezután aludni fogunk, és holnap lesz a legeslegutolsó napunk itt Szlovéniában. Szóval ha eddig néztétek a videókat, akkor a holnapit még nehogy kihagyjátok. Aztán mi alszunk, holnap jelentkezem. Sziasztok!